Üdvözöllek benneteket! A mai napon egyik kedvenc ételemet fogom elkészíteni és bemutatni nektek. A bakonyi sertésbordát. Ha bakonyi, akkor gomba, ami a meghatározó eleme ennek az ételnek. Én nagyon szeretem. Fogjunk is hozzá. Első lépésként csiperke gombát, <kül> mert ezt használok, megmostam, de nem hámoztam le. Összedaraboltam cikkekre, és egy főzőedényt felforosítottam. Zsiradék nélkül. Ebbe fogom megpirítani a gombát a képen látható módon. Ezt azért teszem, hogy jobb íző legyen a gomba, egy pörzsanyagot kapjon, és a nedvesség egy kicsit kijöjjön belőle. Amikor ilyen szép barnára megpirul, mint láthatjátok is, kiveszem egy tálba, és félreteszem. Ugyanebben az edényben dolgozunk tovább, mint lehet nél látni a képen. Ezután 6 szelet karajt, húst kikrofoltam de nem vékonyra, mert nem cipőtalpat szeretnék. Megsóztam, borsoztam mindkét oldalát, lisztbe forgattam, és kevés zsiradékot tettem az edényünkbe. Ebbe helyezem a húsokat, ahogy lehet látni is, és pár perc alatt, ami négy-négy perc körülbelül mindkét oldala, egy jó kis pörzsanyagot sütök rá. Majd kiveszem egy tányérra, és ezt is félreteszem. Láthatjátok, még mindig ugyanebben az edényben dolgozunk, és lehet látni, hogy micsoda szaftok képződtek ebbe a, az edénybe. Ezután rakok bele egy felkockázott vörös hagymát, egy nagyobb tévépaprikát, egy darab paradicsomot szintén kockázva, egy gereszt hagymát. majd elkezdek fűszerezni. Sót, borsot és piros paprikát adok hozzá. Körülbelül 3 deci vízzel felengedem. Ezután belehelyezem sorba a husokat, és lefedve 30-35 perc alatt puhára főzöm. Lehet látni a képen is, hogy milyen szép, szaftos ételt kaptunk. Ekkor 2 deciliter tejfölbe egy csepöt, ö, csapott kanál lisztet teszek, csomómentesen elkeverem, majd ügyelve a hő kiegyenlítése az ételünkhöz adom. Ezután kerül bele a gomba, és egy jó marék apróra vágott petrezselyem. Ezzel még körülbelül 5 percig összerottyantom. Íme így néz ki, nézzétek csak! Tálalhatjátok tésztával vagy galuskával. Én galuskát készítek hozzá, aminek az elkészítését már bemutattam nektek egy videóban. Az elkészítés körülbelül nekem egy órát vett igénybe ennek az ételnek. Készítsétek el ti is, Próbáljátok ki. Nagyon finom és egyszerű étel. Akár csak az elkészítése is. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat. Iratkozzatok fel a csatornámra, ha tetszett. További szép napot kívánok nektek. Sziasztok!